Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag folytatni fogjuk azt a témát, amit itt megkezdtünk, azaz a hiperlanddal fogunk foglalkozni. A hiperland miért érdekes? Nekem azért érdekes a hiperland, mert hogyha az X-org, tehát az a felület, az az ablakkezelő háttér, amit most használunk mondjuk a színemon alatt is, a mint alatt is, meg nagyon sok rendszer alatt is megszűnik, és a Wayland elnevezésű ilyen háttérrendszerre tér át mindenki. Ez nem ma lesz. Hozzáteszem, nem ma lesz, de azon az E3 nem működik. A kedvenc ablakkezelős rendszerem, az E3 VM nem fog működni. Persze vannak kiváltó dolgok, de nyilvánvalóan az embernek a kíváncsisága mindig az újabb, érdekesebb, esetleg talán-talán fejlettebb témakör felé nézelődik, azaz megnéztem a Hyperlandot. Eddig a Hyperlandot Arch alapú rendszerre tettem fel, gyakorlatilag a kényelem miatt. Mit fontos az, hogy Arch alapú rendszerre tettem fel? Azért, mert akár a Wayland, akár a Hyperland, tehát ez a kettő, az alap, illetve az ablakkezelő rész, az villámgyorsan változik, és az egyik legjobb dolog az Arch-ba az, hogy villámgyorsan adaptálja azokat a újdonságokat, a programokat, a háttérrendszereket, egyebeket, amik megjelennek. Tehát azonnal, majdnem azonnal megkapjuk. Tehát itt a fejlesztésben nagyon nagy előny az, hogy valóban a legújabb rendszereket kapja az ember. Igen ám, de mi van akkor, hogyha valaki Linux mintet használ? Na hát ez volt az alapvető kérdés. Mi van akkor, hogyha a Linux mintet használunk? Természetesen Linux mint alá is fel lehet tenni akármit. Gyakorlatilag valóban fel lehet tenni bármit. Miért? Mert gyakorlatilag a Linux mint micsoda? Egy Ubuntu. Egy nagyon friss, relatív friss Ubuntu alapra készült dolog. Elméletileg, és a videó végére ki fog derülni, hogy gyakorlatilag-e, fel lehet-e rakni nekünk a Hyperlandot? Persze, hogy fel lehet. Nyilvánvalóan logikus feltételezés az, hogy hát valamilyen módon a Hyperlandot is fel lehet tenni, hiszen, ahogy tudjuk, a Linux mint Cinnamon verziója, a Cinnamon verzió biztos, a többit nem tudom, mert azt nem figyelem, az már Wayland átállással készülődik. Na hát a következő dolog természetesen, hogy fel kéne rakni a Hyperlandot is. Hát körbenéztem, hogy hol lehet kész Hyperland cuccot felrakni Linux mint alá, hát megmondom őszintén, olyan disztribúciót nem találtam, ami direkt ezt adja. Mindegyik disztribúció, amilyen friss, hiperlandos, előre beállított dolgot ad, az természetesen Arch alapra van kihegyezve, kisebb kivételekkel. Oksi, hát természetesen internetes kutogatás, előző videóban bemutatott .fájlok, tehát beállító fájlok és telepítések és egyebek mentén azt lehetett észrevenni, hogy bizony van annak a egyiknek olyan verziója, ami az Ubuntu legfrissebb verziójához készült, azaz a 24.04 LTS-re. Elméletileg, és ezt nem próbáltam ki, hiszen akkor nem tudok videót csinálni róla, amikor már fel van telepítve, mármint a telepítésről, ezt elméletileg fel lehet telepíteni. Azt mondja, Ubuntu 24.04, rábökünk, és mit látunk? Igen, ide jutottunk, ahova el kellett jutni. Elolvassuk a leírást. A leírásban ki fogják emelni neked azt, hogy első körben csináljál egy rendszermentést. Hogy te mivel rendszermentesz, az a te saját egyéni dolgod, de rendszermentés nélkül, teljes timeshift mentés nélkül, hogy maradjunk a Linux mintnél, ne indulj neki. Miért? Mert jó nagy pofára esés lehet, hogyha ilyen tesztelési folyamatban lévő, hát viszonylag friss cuccokat akarsz felerőszakolni a Linux mintre, vagy akármire, de most a Linux mintről beszélünk. Oké, ami fontos, megyünk tovább, mindenféle leírást elolvasgathatsz róla, el is kell, és utána installálni kell. Tehát első dolog az, hogy installáció előtt mentést csinálunk. A következő dolog nem meglepő, nyitunk egy terminált, a terminált egy kicsit összenyomom, és mindig felülre állítottam, ne kelljen mindig előkeresgélni. A következő feladat, hogy az itt lévő 4 darab sort bemásoljuk a terminálba. Én a terminálba való bemásolás mellett vagyok, mert begépelgetni ennyit nem érdemes, 2. Ami nagyon jó dolog, hogy egymás után le tud futni ez a program, azaz első, klónozzuk az installációs cuccokat, a GitHub oldalat,
utána belépünk az adott könyvtárba, majd kap az Install SH1 futtatási jogot, majd elindítjuk. Na hát el is indítjuk. Első gondolat elolvassuk azt, hogy ez valóban az Ubuntu 24.04-eshez készült, a megfelelő verziószámmal. Elolvassuk a figyelmeztetést, és a továbbiakba lépünk tovább. Nincs kiemelt betű, tehát egyik sem nagybetű, az Y és az N között. Az Y-t választjuk, igen. A következő gondolat megkérdezi, hogy van-e Nvidia, ez természetesen akár a VLAN folyamatoknál, akár a Hyperland folyamatoknál, háttér folyamatoknál nagyon fontos, hogy milyen videókártyád van, hogy melyiken, hogyan működik, megmondom őszintén, AMD kártyán van, én nem akarom se az Nvidia-t dicsérni, se leszólni, én azt mondom, hogy nekem AMD kártyán van, azon ki fog derülni, hogy hogyan fog működni, igen, nekem nincs. Hát elég fura megfogalmazás, de nekem olyanom nincs. Szeretnéd a GTK témát? Igen. A GTK témát, amit ő elvár, szeretném installálni? Igen. Miért? Azért természetesen, mert nyilvánvalóan a téma fontos, hiszen mi beállító állományokkal dolgozunk. Nyilvánvalóan nem lesz olyan kinézetű a dolog, hanem azokat a témákat használjuk, amiket ő elvár. Az, hogy utána te mit csinálsz, egyéni dolgod, tudásod szerint a leírások olvasgatása után azt állítasz, amit akarsz, de mivel mi elfogadtuk, hogy nagyjából olyannak kéne lenni, mint amilyen kinézetű a videókba itt-ott látható dolog, ez az adott beállítás, akkor természetesen témákat felrakjuk. Bluetooth szeretnéd-e konfigurálni? Igen, szeretném. A tunát szeretnéd-e feltenni? Hát én azt mondom, hogy a Tunár az XFCE-nek a fájkezelője, hogy fel szeretnéd-e tenni, vagy nem, egyéni döntés, tegyük fel. Legalábbis véleményem szerint miért? Mert hogy a leírást olvasgattam, ugye te is olvasgattad a leírásokat, az van benne, hogy valamilyen billentyű kombinációhoz ez hozzá van kötve. Azaz, hogyha van egy billentyű kombináció, és nincs meg az a program, ami mögötte van, tehát hozzá van kötve, akkor nem fog működni. Ütheted a kombinációt, és nem fogsz rájönni, hogy miért nem működik, hát azért nem, mert esetleg nincs ez a fájkezelő fent. Az SDDM login menedzsert szeretnéd-e feltenni? Nem, én nem szeretném feltenni. Ezt kipróbálták többen, azt mondják, hogy természetesen a VLAN rendszerhez, illetve a Hyperlandhez, ezt nagyon ajánlják, hogy az SDDM legyen, de nekem többször működött mással is, hát most nem szeretném feltenni, maradjon az, ami idáig volt. Megszokott Linux mintes, oké, okay. Szeretnéd-e ezt az akármi hosszú nevű egyebet feltenni? Na hát, igen. Ez kifejezetten fontos, mert OBS-nek, egyébnek a képernyő rögzítésénél ez fontos lesz, és hogyha nem teszed fel, utólag iszonyat nehéz lesz rájönni, hogy mi a szösz miatt nem megy az OBS-ed rendesen, tehát a képernyő rögzítése. Igen, itt természetesen erre oda kell figyelni. Oké, feltesszük. Következő gondolat az, hogy szeretnéd-e installálni az ESH-t. Természetesen a BAS rendszer, ami alapértelmezett a Linux mintalat, tökéletes. Igazából tökéletes, de mivel ő azt mondja, hogy az ESH rendszert Shell-t szeretné használni, illetve ezzel a kiegészítéssel szeretné használni. Én, ahogy a múltkori telepítésnél árcsalat ugyanezt a rendszert felraktam, igazából tetszett, hát legyen az feltéve. Arra azért figyeljetek, kis kitérő, hogy a BAS szkriptek és a ZSH szkriptek között lehet egy nagyon-nagyon minimális, mondjuk 1%-nyi eltérés, hogy egyik alatt megy a egyik, másik alatt nem megy a másik. Nem lesz ilyen problémád, de azt is kell tudni, hogyha a basercét nagyon szépen beállogattad, és felteszed az ESH-t, és azt használod, és nem állítod vissza a rendszeredet basra, akkor természetesen az ESH-RC-t is be kell azokkal a dolgokkal állítani, ami a basercébe bent volt. Ez azt hiszem természetes, de előfordulhat az, hogy valaki nem tudja, hogy különböző logikusan, természetesen különböző config fájlokat alkalmaznak. Oké, én szeretem az ESH-t, a BAST, FIST, mindegyiket egyformán legyen fönt. Oké, szeretnéd-e ezt a dolgot feltenni? Igen, szeretném, ez beállító cucc, ez kell nekem. Asus? Nem, múltkor se volt Asus laptopom nincs. Nem azt szeretném használni, persze szeretném az összes olyan beállítást felrakni, amit ő elkészített. Igen, kipróbáljuk, és ha nem jön be,
Hát ott van a rendszermentésünk. A jelszavamat megadom, át van állítva egy három betűsre, nem titok, lefut. Lehet látni, hogy természetesen lefutnak azok a dolgok, amiket szeretne ő telepíteni, felrakosgatja azt, amit ő szeretne felrakosgatni. Figyelj rá! Hivatalosan az az álláspontom, hát amíg fut a telepítgetés odáig, elmondom, hogy minden olyan telepítő scriptet, amit te lefuttatsz, azt szeretnéd egyesével végignézni, én ezt nem tettem meg, bevallom. Miért nem tettem meg? Mert múltkor is gond nélkül lefutott, elég nagy repóból szedjük le ezeket a dolgokat, tehát nem egy ilyen, találtam az interneten, valamit 3 napja működik, senki nem tudja, ki mit rakott fel, és utána elindítom a scriptjét. Nem, ez egy bevett, elfogadott emberke, aki ezt készíti. Ha gondolod, átnézheted a scripteket, hogy mit telepít, mit nem telepít, részben le is van írva, hogy milyen cuccokat telepít, de utána az van, hogy jó, ez ilyen kivonatos lista. Én úgy gondolom, hogy megbízok benne, telepítse a dolgokat. Sejthető, hogy egy kicsit hosszabb ideig tartott, látható itt alul, hogy hány perc alatt futott le, idáig kellett neki telepítgetni, különböző programokat fordítani. Hozzáteszem, nem csak sima telepítés volt, hanem különböző forráskódok letöltése, fordítása ennyi ideig tartott, tehát erre fel lehet készülni. Azaz, egy kávét be lehet készíteni, hozzáteszem, nyugodtan nézhetsz filmet is, tehát ennyi. A következő gondolat, miután feltelepített mindent, megkérdez, hogy szeretné azokat a .dot beállító fájlokat telepíteni, amikre szükség van. Y-t nyomunk, figyeljünk rá, természetesen itt, nincs olyan lehetőség, hogy az egyik nagy és enterezzünk, nagyon jó dolog. Azaz 12 órás időformátum, jó, így lesz, ahogy van. A monitor felbontására rákérdez, természetesen megadod, illetve most megkérdez, hogy szeretnéd a háttérképeket letölteni. Múltkor is említettem, hogy ez olyan 600 mega fölötti állományok, szépek, jók. Láttunk rá példát, múltkor meg is néztünk egy-kettőt, nekem tetszik, le is szeretném tölteni, yes. Hát megint elindul a letöltés, nyilvánvalóan ezt is meg kell várni. Oké, azt mondja, hogy végezzett is a letöltéssel, újra szeretnék indítani a rendszert. Igen, természetesen. Figyelj oda, minden el legyen mentve, mielőtt újraindítod, hiszen egy ilyen hosszadalmasabb telepítési folyamat, ami valóban csak yes, 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 meg megáll, hogyha kérdése van, az futhat olyan fél háttérbe is, azaz mellette dolgozhatsz is, ha menet közben nem mentett le az állomány, és itt az Y-ra nyomsz, természetesen a mentetlen állományok eltűnnek. Ez például ilyen videórögzítésnél is fontos. Oké. Újraindítás után kapunk egy hátteret, lehet, hogy nem ez az alapbeállítás, én erre állítottam át. A bar, amit megkapunk, illetve egy start menüt kapunk, azaz megkapjuk azokat a dolgokat, ami elvárás. Hogyha valaki szépészeti dologgal szeretne kezdeni, természetesen a bárnak, tehát a panelnak az összes eleme változtatható, természetesen a háttérkép változtatható. Akár háttérképből, akár panel elrendezésből, kinézetből, beállításból kapunk öleget, kapunk eleget ahhoz, hogy az ember átlássa, hogy itt a lehetőségek végtelenek. Oké, háttérkép változtatása, W. Ez igazából az, ami bennünket nem annyira érdekel, hanem az, hogy mit kapunk a bárral, azaz az itt lévő sávval. Kezdjük előről. Az első ikonnal kapjuk meg ezt a választópanelt, futtathatunk alkalmazást, fájlokat, ablakokat kereshetünk, tehát egy komplett ilyen irányító-indító rendszert kapunk. Egyébként a Windows és D lenyomásával megkapjuk ugyanezt, azaz kényelmesen tudjuk használni akár egérről, akár természetesen a billentyűzetről. A következő ikon egy ilyen váltás a sötét, illetve a világos háttér között, kinézet között, éjjeli-nappali váltás. Hogy ez mennyire szeretik az emberek, vagy mennyire nem szeretik, én azt mondom, hogy nekem az elején egy olyan gondolat volt, hogy ez aztán nekem nem kell. Utána rájöttem, hogy gyakorlatilag egy nappali éjszakai munkavégzéshez nagyon kényelmes, hogy váltani tudunk egy gomb lenyomásával, szuper. Egyébként ezen is lehet foragni, és azt mondom, hogy mindenki próbálkozzon meg a Windows E lenyomásával, és itt lehet látni, hogy minimum 10 darab beállítási lehetőség, illetve konfigurációs állománynak a direkt megnyitására van lehetőség. Oké.
konfigurációs állomány. Most random kiválasztjuk a hármast, indítható állományok, illetve automatikusan indítható állományoknak a beállítását induláskor mi induljon. Ránézéssel azt látjuk, hogy nem egy agysebészet. Azaz nagyon egyszerű beállítási gondolatok vannak, aki már olyan i3 VMS gyakorlattal rendelkezik. Valamelyik régebbi ablakkezelőn van gyakorlata, ő neki egyértelmű az, hogy itt a beállítások, hát nagyjából ugyanazok. Itt a beállítások nagyon egyszerűek, gyakorlatilag szövegfájl állományokat szerkesztünk, egyszerűeket. Itt nincsenek különösebb strukturált szerkezetek, annak ellenére, hogy ránézése itt azért egyszerű a dolog, el kell olvasni a leírást. Azaz, itt nyomunk egy Ctrl X-et, kiléptetjük magunkat, lehetett látni, hogy felkészítették a rendszert arra, hogy Ctrl-E, 10 darab konfigurációs fájl megnyitása és kényelmes szerkesztésére adjon lehetőséget. Most lehet vitatkozni, hogy a beállított szövegszerkesztő tetsz vagy nem tetsz valakinek, teljesen mindegy, át lehet állítani, de gyorsan elérünk egy-egy beállítást. Én a monitorokat állogattam be egyedül, illetve pár olyan beállítást csináltam, hogy az OBS elinduljon. Hozzáteszem, ha elsőre az OBS nem indul el, akkor természetesen mit csinálunk? Felmegyünk a honlapjukra, mármint ennek a srácnak a honlapjára, és megkeressük, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az OBS kapásból rendesen el tudjon indulni, telepítés után természetesen. Azaz, ahogy lehet látni, valahogy olyan érzete van az embernek, hogy ez valóban egy olyan összeállítás, maga a Hyperland is, illetve a konfiguráció is olyan, hogy bizony felkészült arra, hogy szerkezgeti az ember, nagyon jól ez a 10 darab dolog ki van szervezve külön állományba, tehát külön tudott szerkeszteni a fő beállítási állományon kívül, tehát nagyon-nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni. Következő különböző ilyen panelokat kapunk, hőmérséklet, leterheltség, igazából van, engem nem érdekel, sokan szeretik nézni a környezeti hőmérsékletet, elmondom, jelenleg jó magas errefele, ezeket az adatokat nézegethetik az emberek. A következő egy értesítési ikonnak nevezett dolog kis haranggal van csöngöcskével jelölve, nyilván mindenki tudja, azt hiszem ismerős, a hangerőt lehet rajta állogatni, hogyha éppen olyanod van, illetve különböző beállításokat, kikapcsolás, kiléptetés, egyéb, illetve letilthatod az értesítéseket, lehetőséget fogjuk megkapni. Naptár. A naptár igazából naptár. Nincs mögötte ilyen határidőnapló vagy egyéb. Véleményem szerint be lehet állítani, hogy akarja az ember vagy nem, az teljesen mindegy. Asztal választó, illetve a legfontosabb ikon, amivel találkozhatunk a báron, ez az. Lenyomjuk és megnézzük. Lehet látni, hogy a gyors billentyű leírást kapjuk meg. Ez iszonyat fontos. Általánosságban elmondható, hogy relatív kézreálló billentyű kombinációkat kapunk, és hozzáteszem azt is, hogy mindenki a későbbiekben úgy állogatja, hogy akarja. Nagyon egyszerű a beállítása. Valóban nagyon egyszerű a beállítása. Persze a leírást el kell olvasni. Becsuktuk. Következő dolgok leföltöltögetésnek a sebessége. Gyakorlatilag számomra érdektelen, nézzük meg ebb mögött mi van, az OBS fut jelen pillanatban, felvétel megy. A következő lehetőség Bluetooth beállítás, a következő gomba hangerőbeállítás, egyrészt a hangerőt tudod növelni, csökkenteni, ez a bal klikkel, illetve a megfelelő média gombokkal, görgetőkkel ez megoldható, szuperül működik, első menetben működött legalábbis nálam. Jobb egérgombbal rákattintva megkapod a szokásos beállítási panelt, nem okozhat semmi gondot. Billentyű kiosztás, illetve a képernyő zárolás, illetve a kiléptetési gombokat kapod meg. Ami lényeg, ez egy sima ablakkezelő, két terminált megnyitok, mindenki látja, effekt van, beállítod vagy letiltod, az teljesen mindegy, effekt van, meg tudsz nyitni ablakokat és indulhat is vele a munka. Nekem az a tapasztalatom, ilyen pár hét gyakorlás után, ilyen-olyan beállítások szerinti
gyakorlás után, hogy ez egy nagyon kényelmesen használható rendszer, hiába mondják azt, hogy ez gyorsan fejlődik, és még nincs kész, de hogyha és még nincs kész állapotban is, stabilan működik, nem omlott össze. Nem tudtam lefagyasztani a rendszert, pedig azért én rászoktam menni arra, hogy jól leterhelem a rendszert, és megnézem azt, hogy hogyan működik. Na, hát leterhelem a rendszert, nézzük is meg, hogy B-top mit mond. B-top. A B-top azt mondja, hogy kicsi az ablak, csináltunk egy nagyobb ablakot, most ilyen világos lesz, gyakorlatilag 2,8 gigával pörög. Ilyet mértünk a többinél is, tehát itt nincs az, egy fél gigányi memória használattal majd el lehet barkácsolni. Igen, ennek a háttérrendszere olyan, hogy hát legalább a 8-16 gigabájtos memóriát elvárja. Normális videókártya kell, támogatott videókártya kell, ha valami nem megy, szerintem már leírások vannak hozzá. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó tesztelést, játszadozást kívánok. Még egyszer el kell mondanom, Linux Mintre tettem fel, ami eléggé macerás lenne kézzel, azaz Linux Mint 22-es volt a tesztrendszeren. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!